Talán kevesen tudják, de nem csak a fociban volt aranycsapatunk. Néhány évvel a legendás válogatott sikereit követően motoros műrepülésben is a világ elsők közé repültünk. 1962-ben, tehát 50 évvel ezelőtt került megrendezésre Budaörsön a második FIA motoros műrepülő világbajnokság, ahol először és utoljára a magyar csapat a dobogó tetején állt, illetve egyénében Tóth József világbajnoki címet szerzett. 50 évvel az óriási sikert és 12-vel a legutóbbi hazánkban rendezett világversenyt követően ismét visszatérnek Magyarországra a motoros műrepülés világklasszisai. Július 26-a és augusztus 5-e között Nyíregyháza ad otthont a 10. FEI World Advanced motoros műrepülő világbajnokságnak. A másik különlegessége talán ennek a versenynek, hogyha azok a pilóták, akik regisztráltak és még regisztrálnak, mert mai napig kapunk nevezéseket, eljönnek, akkor minden idők legnagyobb létszámú műrepülő versenye lesz. A szekció vezető a szervezésben is oroszlán részt vállalt, ami korán sem volt egyszerű a feszített tempójú felkészülés mellett. A VB szervezésében aktív szerepet vállaltam Kovács Gergely pilóta barátommal együtt. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy jó úton haladunk a felkészülésben. A világbajnokságnak több magyar résztvevője lesz. Nádas Tamás viszonylag későn, 29 évesen ismerkedett meg a sporttal. Az azóta már komoly sikereket is elérő versenyző vitathatatlan igazságot fogalmaz meg a műrepüléssel kapcsolatban. De ne felejtsük el, hogy ez egy technikai sport. Lényegi szavait a horizonton tartva, lássuk a magyar csapat gépparkját. Ez egy 1540-es repülőgép, ez egy experimentál gép, és ugye az ember hozzá volt szokva egy certifikált extrahoz, ami egy abszolút precíz német technológia. Hát úgy tudnám mondani inkább, mint az extra, az talán egy Mercedes, egy nagyon komfortos Mercedes, ez az Edge pedig hát egy nagyon apados versenyautó, de technikailag mindenképpen többet tud. A magyar csapat és az egész VV egyik csendes befutója, vagy inkább berepülője lehet a 2001-ben magyar bajnoki címet szerző Keserű Béla. Tőlem senki nem várja el azt, hogy egy 20 éves repülővel így egy szemmel látva nyerjek. Itt igazán ez nem a győzelemről szól, hanem a bizonyításról. Hát a Z50-es az a 80-as éveknek a technikája. Ez a repülőgép, a motorja ugyanaz, mint a modernek repülőké, csak gyakorlatilag ugye a repülőgépnek a sárkánya az még fémből készült, emiatt jóval nehezebb, lassabban forog, és bizonyos figurákat lényegesen bonyolultabb vele megcsinálni. Szintén a Z50-es hírnevét készül öregbíteni és sajátját megalapozni a szervezőség másik oszlopos tagja, a hazai csapat ifjú titánja, Kovács Gergely. Én azt gondolom, hogy a Z50-es típusú repülőgép egy nagyon jó kis repülés, nagyon szeretem. Ettől függetlenül már nyilván nem tartozik a világ élmezőnyébe. Én azt gondolom, hogy ha a középmezőny után tudok végezni és minden számot le tudok repülni rendesen, akkor ez egy nagyon szép teljesítmény lesz tőlem. Elég sok időt szenteltem a felkészülésnek az elmúlt hónapokban. Én azt gondolom, hogy mindent megtettem azért, hogy a világbajnokságon egyrészt méltó tagja lehessek a magyar válogatottnak, másrészt pedig ugye a saját szintemen helytálljak, és a Z50-es repülőgépen megmutassam, hogy mit lehet még kihozni ebből a gépből. És végül halljuk, hogyan vélekedik saját madaráról Ábrányi Tamás. Én egy CAP 231 típusú francia repülőgéppel repülök és versenyzek. Ez a repülőgép nem tartozik a legkorszerűbb gépek közé, de igen jó tulajdonságú repülőgép. Nagyon szépen rajzol a levegőben. Igyekszem minden tőlem telhetőt megtenni azért, hogy ezt a bírók is így lássák. Persze egy valamire való csapathoz edző is dukál. Ez a feladat Talabos Gáborra hárul. Hát 4 magyar pilóta lesz a világbajnokságon, és én úgy tudom, hogy per pillanat 86 érvényes nevezés van. Tehát tényleg egy nagyon nagy verseny lesz, nagyon-nagyon komolyan kell venni a fiainknak is, hogy egy jó eredményt tudjanak elérni. A megmérettetés előtt pedig vajon mi állhat egy világversenyre csapatát felkészítő tréner kívánság listájának elején? Egy kis idő. Érthető módon hasonló hozzáállást tapasztalunk a világ élvonalába tartozó Nádas Tamás részéről is. Gondolom, hogy ez soha nem lehet azt mondani, hogy itt a vége is, ez tökéletes. Azért egy ekkora feladat kapujában nem szégyen, egy picit megremeg az ember térde. Alapvetően egy bátor srácnak tartom magam, de így pár héttel a világbajnokság előtt úgy gondolom, hogy egy kicsit innen baszált a bátorság, hiszen nekem az első megmérettetésem a világporondon,
és több mint 80 pilóta lesz itt, ugye a világ legjobb pilótái között kell bemutatnom a tudásomat. És hogy pontosan mik is ezek az elvárások? Titkon reménykedem abban, hogy a magyar csapat csapatként dobogóra állhat. Ehhez tényleg csak sok sikert lehet kívánni, és remélni, hogy a viadalra való későbbi visszaemlékezéseket hasonló hangulat jellemzi majd.